Az elmúlt években Kína lett a nemzetközi politika egyik legfontosabb vita témája. Donald Trump aláírta a határozatot, ami szerint az Egyesült Államok importvámokat vett ki több kínai termékre, mint egy 60 milliárd dollár értékben. Az amerikai elnök azt mondta, barátként tekint Kínára, és ez egy kétirányú lépés, de már nem lehet urrá lenni az országgal szembeni 375 milliárdos kereskedelmi deficiten, amit sürgősen csökkenteni kell. Újabb szakaszához érkezett az Egyesült Államok és Kína között dúló kereskedelmi háború. Washington 25%-ra emelte a vámot, mintegy 200 milliárd dollár összértékű kínai termék esetében. Az elnök a Fehér Házban kijelentette, látott bizonyítékot a kapcsolatra a vírus és a wuhani laboratórium között. Az egészségügyi világszervezet pedig szégyelhetné magát, mert olyanok, mint Kína PR ügynöksége tette hozzá Donald Trump. Amiatt, hogy különböző becslések szerint a kínai gazdaság teljesítménye utolérte az amerikait, egyesek már a teljes globális kapitalizmus alapvető szervező elveinek az átalakulásáról vizionálnak. A régi globalizációs modell az arra épült, hogy a pénz nyugaton van, a profit is ott jön létre, a technológiai tudás is nyugaton van, és ezek mind nyugatról áramlanak a szegényebb és kevésbé fejlett keleti országok irányába. Azonban az elmúlt néhány évtizedben, és különösen fölgyorsulva az utolsó évtizedben, ez megváltozott. Tehát a gazdaság húzó ereje nem nyugaton, hanem keleten van, még pontosabban kelet fölzárkózott a nyugat mellé. Technológiai fejlettség szempontjából a keletiek már nem maradnak el a nyugatiaktól, és igazából a legnagyobb mennyiségben pénz ma Ázsiában halmozódik föl, ami aztán megindul visszafele nyugatra. A doktor miniszterelnök úrnak nem biztos, hogy igaza van abban, hogy tényleg megfordult volna az irány, amely felé a tőke áramlik és felhalmozódik, de abban kétségtelenül igaza van, hogy a hidegháború után egypólusúvá váló világ széttöredezik, és Kína ambíciója az, hogy a saját jogán pólusképző erővé válhasson. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy az a kérdés, hogy mégis hogyan viszonyuljunk Kínához, itthon is fontos politikai témává vált. Az ebből fakadó viták egyik részét a folyamatosan átalakuló nagyhatalmi viszonyok alakítják, a másik része pedig tökéletes alapanyag a jól megszokott politikai sárdobáláshoz. Emigráns tibetiek ajándékoztak tibeti zászlót Baranyi Krisztinának szerdán. Ferencváros ellenzéki polgármestere kezdeményezte, hogy a Fudan Egyetem tervezett épülete melletti közterületeket nevezzék át a Kína által üldözött. Az emberi erőforrások minisztere a vasárnap falhoz szorított Hendrei Tiborral az oldalán 2008-ban többször is felszólalt a tibetiek elnyomása ellen. Sőt, ugyanebben az évben Balog Zoltán, Semjén Zsolt és további 17 képviselő tibet csoportot is alakított a parlamentben. Az LMP miniszterelnök jelöltje hétfőn tibeti zászlóval a nyakában szólalt fel, aztán beterjesztette egy törvényjavaslatot. Free Tibet! Hát, nem lennék most Kína helyében. Azt meg nem is értem, hogyha minden politikus tibeti zászlóba csavarja magát, egyébként külföldön is, akkor mégis hogyan lehet, hogy még mindig nem Free Tibet? Miközben az elmúlt 10 évben egyre élesebb politikai viták alakultak ki Kína kapcsán, addig a valódi Kínáról és a valóban létező kínaiakról néhány sztereotípiát leszámítva nem sokat tudunk. Arca, teszik! Ez tényleg nem magyar. Kínai árusz mindig szegény, szegény magyaroknak. Oconat, sok pici cucc. Puszkaport, szennyek, papíroszt. A kedves, alázatos, tekintélytisztelő, gagyicucokkal seftelő, illatos csirkéfőző kínai képe rendesen beégett a köztudatunkba. Csak akkor, amikor ezt a hülye, lenéző sztereotípiát kialakítottuk, Kína egy szegény, alulfejlett, nagyhatalmaknak kiszolgáltatott, gyenge állam volt, mára viszont ez a helyzet gyökeresen megváltozott. 1957-ben az egyfőre eső nemzeti össztermék Kínában 40-szer kisebb volt, mint az Egyesült Államokban. Mára a két mutató közti különbség csak 5-szörös. Kevés olyan ország van, amelyik ehhez hasonló gyorsaságú felzárkózást tudott lebonyolítani. És még ritkább az, hogy valaki félgyarmati sorból tudta volna ilyen magasra felküzdeni magát. Ebben a kétrészes adásban arra vállalkozunk, hogy bemutassuk, hogyan is történt ez a folyamat, és hogy mennyire nincsen mindehhez semmi köze a közismert sztereotípiáknak, vagy azoknak a politikai közhelyeknek, amelyekkel ezt a nagyon gyors felzárkózást szokás magyarázni. Ebben az adásban nem úgy megyünk majd végig Kína történelmén, mint hogyha az valami egyenes vonal lenne, tele tényekkel, ahogy azt a középsuliba belénk verték,
hanem megpróbáljuk feltárni azokat a kusza ellentmondásokkal terhelt évszázadokat, amelyek az emberi kísérletezésről és a társadalmi csoportok egymással folytatott küzdelmeiről szólnak, amiből végül összeáll az, amit ma a jelenből történelemnek nevezünk. Az első részben azt mutatjuk be, hogy hogyan darálta be Kínát a 19. században és a 20. század első felében a globalizált kapitalizmus, és a kínai társadalom hogyan próbált meg olykor ellentartani ennek, olykor pedig meglovagolni ezt a hullámot. A második részben pedig arról lesz szó, hogy az 1949-ben hatalomra került kommunisták hogyan változtatták ezt a félgyarmati sorban tengődő szegény országot a világ egyik vezető hatalmává, és közben egy sztálinista berendezkedésű társadalmat hogyan formáltak át egy központi ellenőrzés alatt álló államkapitalista közösségé. Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig itt a Partizán Info. Kezdjük! Napjainkra szeretünk úgy gondolni, mint a globalizáció korára, amiben ugye amerikai hamburgert zabálunk, miközben egy Kínában gyártott telefonon egy koreai sorozatot nézünk, és egy dél-amerikai teját szürcsölgetünk magunkba, mert hogy különben megdöglünk a 40 fokba. Pedig a különböző kultúrák mindig is érintkeztek egymással, és hatottak is egymásra, mióta csak létezik emberi civilizáció. Ezek az érintkezések néha egyenlőbb, máskor pedig súlyosan egyenlőtlen feltételek mentén történtek. Volt, hogy a kölcsönös haszonszerzés, de volt, hogy inkább a szabadrablás volt a jellemző. És sokszor úgy érintkeztünk egymással, hogy a saját kis belső rögeszméink jobban érdekeltek, mint azok az idegenek, akikkel épp találkozunk. Jó napot! Eladná nekem a kerékpárját? Tumel. Nézze, adok érte egy kis pénzt. Én pénzt adok, maga kerékpárt. A kerékis, kérlek. Amikor például 1868 végén Szántusz János részvételével elindult az első osztrák-magyar expedíció Kelet-Ázsiába, a Magyar Országgyűlésben Pészatmári Károly képviselői felszólalásában azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy messze tengerekre el fog vitetni, távoli országokban fel fog állítatni az új osztrák-magyar közös kereskedelmi lobogó, mint állami átalakulásunknak és politikai egyenjogúságunknak látható jelképe. Mert érted, Borneóban meg Sanghajban az emberek a félves esélyüket odaadták volna, csak valaki mondja már meg nekik, hogy sikerült-e végül a kiegyezés a magyar gentrik és az osztrák arisztokraták között, vagy mi van. Az meg, hogy az a lobogó mit is jelképezett a monarchián kívül, illetve az itt élő osztrák, magyar, román, szlovák, szerb, rutén, cseh és horvát polgároknak, hát... Miután a régi Magyarországon a nemzetiségek elnyomása a világnak az egyik leghatalmasabb botránya volt. Olyan emberek írtak ellene, mint Tolstoy. Az olyan Tisza István körülbelül annyira volt népszerű az akkori nyugati világban, mint ma Orbán Viktor, vagy még kevésbé. És a nemzetiségi elnyomás volt az, amiről Magyarországot ismerték. Magyarország erről volt híres. Szántusznak, aki egyébként kiváló természettudós és néprajzkutató volt, minden esetre sikerült körülbelül 200 ládányi műtárgyal per bizbasszal hazatérni az expedícióról, amit a mai napig megnézhetünk többek között a Nemzeti, a Néprajzi és az Iparművészeti Múzeumban. Szántusz persze kicsit késve érkezett meg a Távol-Keletre. A jelentősebb nyugati országok már hosszú évtizedek óta elkezdték kihordani onnan a kultúrák kincseit. Így volt ez Kínával is, amely minimum Marco Polo 13. századi utazásai óta elevenen élt a műveltebb európai közvélemény képzeletében. The 13th century. In Venice, young Marco Polo is about to embark on a voyage to China. However, to this day, doubts persist as to whether he ever arrived there. The sheer scale of his adventures continues to defy belief. His account becomes the best seller of the late Middle Ages. Today, scholars the world over are seeking facts and answers. Is there reliable proof of Marco Polo's presence at the Imperial Court of China? Hát, hogy az itáliai utazó tényleg járt-e Kínában, vagy csak kamuzott, azt most nem fogjuk eldönteni, de az tény, hogy az Európa és Kína közötti kereskedelmi, kulturális és politikai kapcsolatok a 13. század óta folyamatosan bővültek. A gyarmatosítás korára jellemző leigázás és egyenlőtlen csere, amiről egyébként már csináltunk egy Partizán Infót,
egy jó darabig még nem jellemezte a Nyugat és Kína viszonyát. Részben azért, mert a több ezer éves múltra visszatekintő birodalomnak meglehetős respektje volt Európában, ráadásul a mindenkori császárok nagyon ügyeltek arra, hogy ha csak lehet, ne engedjék kínai földre lépni az európai kereskedőket. Ráadásul az adás elején emlegetett gagyi cuccokkal seftelős sztereotípia annyiban nem igaz, hogy a kínai exporttermékek, például a selyem és a porcelán, egyedi és magas minőségű cuccok voltak. A kínai piac csúcstermékei, amiket csak ők tudtak előállítani, ezért nem lehetett úgy simán elhurcolni őket, mint a dél-amerikai aranyat vagy Afrika lakosságát. Mégsem a porcelán vagy a selyem, hanem egy ennél sokkal egyszerűbb termék, a tea lett az, amire az európaiak, főleg az angolok teljesen ráfügtek. Tea? Oh, yes, please. Annyira rágyógyultak, hogy az 1800-as évek legelejére egész pofás kis pánik alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a teljes brit ezüstkészlet Kínába fog vándorolni fizetségképpen az ottani tejáért. Ezek az évtizedek amúgy sem a kiegyensúlyozott költségvetési politikáról szóltak Londonban. Az 1700-as évek végére Anglia elveszítette a legjövedelmezőbb észak-amerikai gyarmatát, a brit kelet-indiai társaság, ugye a világ első magánhadsereggel rendelkező multija, pedig istentelen pénzeket költ bele India egyes részeinek elfoglalására, a mogul birodalom felszámolására. A kínai császári udvar pedig erősen korlátozta az érintkezést az idegenekkel, így a 18. és 19. század fordulójára az egyetlen hely, ahová brit kereskedők egyáltalán betehették a lábukat, az Kanton kikötője volt. Ezen keresztül zajlott a teakereskedelem is, amely ebben az időszakban 4-5000 tonnát tett ki évente. És hogyha még mindez nem foglalta volna le eléggé a brit arisztokrácia figyelmét, még ott volt az a megkerülhetetlen kérdés is, hogy vajon Anthony Bridgerton végül két sarmát, vagy Edwina sarmát veszi-e feleségül? A mai kvízműsorunk nagy kérdése tehát az, hogy az alábbiak közül ténylegesen melyik esemény foglalkoztatta a 19. század elejének angol arisztokráciáját. Az ország pénzügyi nehézségei? A súlyos külkereskedelmi deficit Kínával szemben? Peking erősen restriktív kereskedelmi politikája, vagy a Bridgerton klán fejének szerelmi dilemmái. A helyes megfejtők között egyébként ezt a felbecsülhetetlen értékű, egyedi és megismételhetetlen selyem hernyó NFT-t fogjuk kisorsolni. De és mielőtt még bárki azt mondaná, hogy ez egy haszontalan szar, szeretném felidézni nagyapám bölcsességét, miszerint is, amíg lószar van, veréb is van. Sikeres üzleti pályát kívánunk! Na de visszatérve a britekhez, akiknek akkor még nem volt ugye bitcoinjuk, hogy azzal palisztassák be a kínaiakat, szóval valami más kellett kitalálniuk. Végül azt találták ki, hogy ha már ők ráfügtek a tejára, függjenek rá valamire a kínaiak is, ugye a kölcsönösség alapján. Szóval el is kezdték a frissen meghódított indiai földeken a pofátlan mennyiségű máknak a termelését, az abból készült ópiumot pedig Kínába csempészték. A biznisz annyira sikeres lett, hogy 1835-re nagyjából 1300 tonnára nőtt a Kínában eladott ópium éves mennyisége. És miután a brit kormányzat megszüntette a kelet-indiai társaság ópiumkereskedési monopóliumát, az éves eladott mennyiség 2500 tonnára nőtt az évtized végére. A pekingi udvar persze érthető módon nem örült, hogy a fél ország Zhuangzi lepkéjére szívja magát Péter Fiborit hallgatva, de ezen a ponton már a brit kereskedők minden szabályozási kísérlet alól kibújtak. A császári bürokrácia pedig nem tudott mit kezdeni velük. A konfliktusból 1839-re nyílt fegyveres összecsapás lett, amely az első ópium háborúként vonult be az egyetemes történelembe. 1842-re Kína elveszítette a háborút, a békeszerződés pedig egy kitételtől, mégpedig az ópium legalizációjától eltekintve a britek összes követelését kielégítette. Több új kikötő nyílt meg a kereskedők számára, a külföldiek mentességet kaptak a kínai törvények alól, Nagy-Britannia pedig megszerezte a később Hongkongnak otthont adó szigetet is.
Az első ópiumháború sok szempontból is a több ezer éves kínai birodalom végét jelöli. A nacionalista és a kommunista történetírás is 1839-et tekinti azon időszak kezdetének, amelyet mindkét tábor csak a megaláztatás évszázadának nevez. Itt kezdődik a mi történetünk is. Ez az a pont, amikortól Kína végérvényesen betagozódott, mégpedig a gyarmati országokhoz hasonlóan alávetett pozícióban, a globális kapitalista világrendszerbe. A kínai teatermelők innentől a hagyományos illatpálcákkal már nem azt mérték, hogy mennyi idő kell a tealevelek szárításához vagy pörköléséhez, hanem azt, hogy egy illatpálca leégése alatt mennyi tealevelet kell feldolgozniuk, hogy teljesítsék a rendelést. És itt kezdődik a kínai modernizáció története is. Reformok és forradalmak váltogatták egymást. Egyszerre küzdöttek egymás ellen, és vegyültek egymással azok a jövőképek, amik Kína hagyományaiból, és amik a globális politikai trendekből kiindulva akarták meghatározni az ország jövőjét. Az első ópiumháború végén megkötött nankingi szerződés rákényszerítette Kínát a nyitásra. Kanton mellett négy másik kikötőt is megnyitottak, ahol az európaiak szabadon kereskedhettek. A legfontosabb ezek közül a Yangtze folyó deltájában található Shanghai lett. Vagyis a kínai kereskedelmi központ egy kicsikét északabbra mozdult el, ezzel megélhetés nélkül hagyva rengeteg kereskedőt, parasztot, kézművest és ópiumcsempészt, akik Kanton környékén tevékenykedtek. Nem meglepő, hogy a modern Kína első forradalma is innen, a szomszédos Guangxi tartományból indult, még 6 évvel az első ópiumháborút lezáró béke után, 1850-ben. A Taiping felkelés névre hallgató lázadást egy kisebb értelmiségi kör indította el, akik kiestek a birodalmi bürokrácia szigorú felvételi vizsgarendszerén. Személyes sértettségükre pedig rácsatlakozott az az össznépi elégedetlenség, ami egyre csak nőtt az európai imperializmus okozta gazdasági és társadalmi átalakulások miatt. Mozgalom vezetője Hung Xiuquan így visszanézve egy kifejezetten szórakoztató figura lehetett. Saját bevallása szerint ő Jézus öccse volt, akit azért küldtek a földre, hogy megszabadítsa Kínát a sátáni behatásoktól. A periférikus hegyi bázisaikból a Taiping felkelők másfél évtized alatt elfoglalták Kína déli részének legtermékenyebb régióit. Az ellenőrzésük alá vont területeken pedig földosztást hirdettek, amely egyenlően érintette a férfiakat és a nőket. A földreform mellett a Taiping másik legfontosabb programpontja a mindenki számára hozzáférhető alapoktatás volt, amit viszont már nem sikerült létrehozni a folyamatos hadi állapot miatt. Óriási erőfeszítéseket fordítottak viszont az ellenőrzésük alá vont területek lakóinak politikai edukációjára és mozgósítására, magyarán propagandára. A Qing dinasztia seregei eleinte nehezen boldogultak a Taiping gerilla taktikájával. Időközben azonban a lázadókat elkezdték felőrölni a vezetőség belső ellentétei, és Hung egyre tekintélyelvűbb, sőt, olykor őrületbe hajló vezetési stílusa, ami azért nagyot dobott a császáriak esélyein. A felkelés 1864-ben ért véget, a császári csapatok pedig mindenkit levadáztak, akivel kapcsolatban felmerült egyáltalán a gyanúja annak, hogy kötődnek a Taipinghez. A Taiping leverése azért is ment olyan nehezen, mert a császári udvarnak 1856 és 60 között még egy másik ópiumháborút is le kellett zavarnia a brit és francia csapatok ellen. Nem túl nagy meglepetésre Peking ezt is elveszítette. Emiatt pedig további kereskedelmi és területi engedményekre kényszerült, sőt ezúttal már az ópium legalizáció elől sem tudott elmenekülni. A másfél évtizednyi polgárháború és a Qing seregek megtorlásai nyomán több 10 millió ember veszítette életét. A szakértői becslések egy 20-tól 70 millióig tartó széles sávban határozzák meg a halálos áldozatoknak a számát. Csak összehasonlításképpen az eközben Kínával háborúzó két vezető globális nagyhatalom lakossága összesen tett ki annyit, amennyien a Taiping felkelés során a lázadók és a császárság oldalán meghaltak. Ez a brutális tisztogatás nagyon jól mutatja, hogy mekkora rémületet keltett a dinasztiában a lázadás. Még úgy is, hogy a Taiping ideológiája egy eléggé kusza valami volt. Egyszerre akarta megoldani a földbirtok viszonyokat, felemelni a parasztságot, és átkeretezni az egész kínai történelmet egy keresztény nézőpontból. A felkelés leverése után a császárságnak össze kellett kapnia magát, és be is indult egy gyors modernizációs folyamat. A császári udvar megreformálta a hadsereget, és a legújabb fegyverekkel szerelte fel a katonákat, ami erősen lekötelezte a kormányzatot az angol és amerikai fegyveriparnak. Intenzív vasútépítés indult, nyugati hitelek és koncessziók révén. Vagyis a kormányzat újabb és újabb területeket adott át a nyugat-európai, észak-amerikai és japán cégeknek.
Az épülő vasútvonalak közvetlen környezetében például nem a kínai törvények, hanem a koncesszió haszonélvezőinek törvényei voltak életben. Újjáépítették az elnéptelenedett Jangtze-deltát, a helyi termelést az európai kereskedelmi igényeknek megfelelően szabták át, társadalmi rétegződés szempontjából pedig megerősödött egy városi, kereskedő és uzsorás réteg, vidéken pedig a nagy földbirtokosok pozíciói. A reformok tehát igen lassan és felemás hatással jártak. A 19. század végén pedig két további konfliktus szakította meg végérvényesen a kapcsolatot a császári udvar és még a császárság iránt legelkötelezettebb társadalmi csoportok között is. Az egyik ezek közül az 1894-95-ös kínai-japán háború volt, amely rámutatott az udvar teljes inkompetenciájára. A japán haditengerészet még azelőtt megsemmisítette a nyugati hitelből franciáktól vásárolt új csili-vili kínai hadiflottát, hogy ez egyáltalán a kikötőt elhagyta volna. De a szárazföldi csapatok esetében sem voltak sokkal szerencsésebb helyzetben a kínaiak. A háború eredményeképpen Kína elveszítette fennhatóságát a koreai félsziget fölött, és Tajvan szigetét is át kellett adni a Japánnak. Annak az országnak, amit a kínai császárság évezredeken keresztül lenézett és barbárnak titulált, miközben ők az 1860-as évektől lezavartak egy villámgyors modernizációt, zárójel ugyanazoknak a nyugati fegyverkereskedőknek a segítségével, akiktől Kína is bevásárolt, szóval a szokásos. Nem függetlenül az újabb megalázó háborús vereségtől, illetve a globális nagyhatalmak rabló politikájától, a szegény parasztság körében folyamatosan nőtt a feszültség, ami újabb felkelést robbantott ki 1899 és 1901 között. A felkelést elindító titkos társaság az igazságot és békét hozó öklök, igen kecsi elnevezéssel bírt, a csoport tagjai pedig igencsak szerették az ökölvívást, úgyhogy végül boxer lázadásként híresült el ez az eseménysorozat. Az északkeleti Shantung tartományból indulóva a boxerek gyorsan gyarapodó csapatai hadat üzentek az idegen kereskedőknek és hittérítőknek, és hamar Peking határáig küzdötték magukat. Az udvar ekkor meglepőt lépett. Örülve, hogy a népharag az imperialista hatalom és nem a rezsim ellen irányul, a császár, illetve hát a hatalmat ténylegesen gyakorló nagynénje, Cseh-Szi császárné nyíltan a boxerek mellé állt, és a hadsereget is melléjük állította. Tudomásunkra jutott a német nagykövet sajnálatos halála. A boxerbanditák nem maradnak büntetlenek, de a kínai népharagját nem könnyű lecsendesíteni. A németek megszerezték Kiócsót, az oroszok megszerezték Port Arthurt. A franciák befolyást gyakorolnak Yunnanban, Kwangsiban és Kwantungban. A 18 kínai tartományból 13 idegen kezekbe került. A kikötőinkben idegen hadihajók horgonyoznak, erődjeinkben idegen katonák vannak, a bankokban külföldiek dolgoznak. Őseink szellemét idegen istenek háborgatják. Ezek után meglepő, hogy fellázadnak az emberek? Engedje meg felséget, hogy megjegyezzem. A boxerek egyetlenkedései nem fogják orvosolni Kína sérelmeit. Kína kimerült tehénhez hasonlít. Mivel több tejet már nem fejhetnek belőle, most lemészárolják a húsáért. Ha Kína egy tehén felség, akkor fölöttébb csodálatos állat, hiszen nem csak rengeteg tejet és húst képes adni, hanem eközben még meg is erősödik. Most tanulja a nyugati diplomáciát. Kína legnagyobb erénye az, hogy türelmes. És ha most is türelmet tanúsít, megszerez mindent, amit csak akar. És ha nem? Ha nem? Ha az erőszak és türelmetlenség uralkodik el, akkor milliók fognak elvérezni, és az öldöklés sosem ér véget. Az európai nagyhatalmak, akik amúgy egy évtizeddel később már egymást fogják halomra gyilkolni az első világháborúban, együttes erővel léptek fel az császári és boxer csapatok ellen. Bár nem a szuperrepublikánus géppuskát minden amerikai kisgyerek kezébe Charlton Heston vezetésével, de azért setperc alatt szétverték a lázadást. Érdekes adalék, hogy a gyarmati dolgokban eléggé nagy fáziskésésben lévő osztrák-magyar monarchia is nagy lelkesedéssel vetette bele magát a renitens kínaiak megregulázásába. Úgyhogy a boxerek leverése után a császári udvarra kényszerített újabb körengedményeknek már a részét képezte egy osztrák-magyar koncesszió a Peking melletti kikötővárosban, Tianjinben. Ez lett a mi kis saját 0,62 négyzetkilométernyi kínai gyarmatunk, nagyjából 35-40 ezer helyi lakóval.
A koncesziónak és a gyarmatbirodalmi ambícióinknak végül az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződések vetettek véget. A másik meg, amit mondtál, hogy itt az angolok jöttek, hogy nevelnek mi. Aha. Akkor nézzük már egy kicsit ezt a brit birodalmat, csak tényleg egy pillanatra. Ezek azok, akik mondjuk mikor mi 1848-ban szabadságharcot vívtunk, 48-as törvényeket hoztunk, jobbágyot szabadítottunk fel, és küzdöttünk a szabadságunkért, ezek nagyjából két ópium háború viseltek, mert épp azzal voltak elfoglalva, hogy egyébként az általuk leigázott Indiából mégiscsak az ópiumot bevihessék Kínába, és iszonyú profittal eladhassák a nyomorult kínaiaknak, akik ópium barlangban millió, 10 millió szám szívták el az agyukat és haltak ebbe bele, hogy a brit birodalom fehér urai glasszékesztyűben gazdagon 5 órakor eltartott kis hújjal tejázgathassanak. Megengedve, sőt támogatva azt, hogy szarjon sünt a brit gyarmatbirodalom, az ilyen összehasonlításoknak, hogy bezzeg mi 48-ban, hát alsó hangon nincs sok értelme. A boxerlázadás és az utána élesedő újabb körös szabadrablás az utolsó csiráját is kiirtotta a reménynek, hogy a Qing dinasztia képes lenne bármit is javítani az ország sorsán. És az a tény, hogy az udvar opportunista módon a koszos, fanatikus, szegény parasztok mellé állt, igencsak ráijesztett a földbirtokosokra, vagyis a rendszer utolsó támogatóira. De a dinasztia bukásához az is kellett, hogy az elzárkózzon az átfogó reformoktól, és ezzel egyre inkább radikalizálja az akkoriban megszülető értelmiségi réteget. Ők akkoriban különböző titkos forradalmi társaságokban kezdtek el kacérkodni a legkülönfélébb eszmékkel. A legvadabb szociáldarwinizmustól a szocialisztikus anarchizmusig. Az üldöztetéstől és a karhatalmi merényletektől menekülve a legtöbb vezető alakjuk Hongkongba, Japánba és az Egyesült Államokba menekült. A századforduló forradalmárai közül a leghíresebb Sun Yat-sen lett. Az orvosit végzett Kanton környéki szegényparaszti családból származó férfi, akit ezen a fotón épp az amerikai bevándorlási hivatal örökített meg az 1904-es emigrációjakor, több titkos társaságot és tucatnyi sikertelen felkelést szervezett. Másfél évtizedet élt emigrációban, hogy végül a köztársaság atyaként vonuljon be a történelembe. Sun Zhongshan 先生 是伟大的民族英雄，伟大的爱国主义者，中国民主革命的伟大先驱。一生以革命为己任，立志救国救民，为中华民族做出了 标本史册的贡献. Sun nézetei nagyjából megegyeztek a kor antiimperialista vezetőinek eklektikus világképével, amelyben a nacionalizmus, ami ebben a konkrét esetben az euró-amerikai hatalmak és a mandzsú etnikumhoz tartozó dinasztia elutasítását jelentette, elegyedett a szocialista és más modernizációs elméletekkel. A Sun által lefektetett három népi elv a következők voltak. Az ország nagy etnikai csoportjait összefogó polgári nacionalizmus, a népi önrendelkezést lehetővé tevő demokrácia és a kapitalizmus visszásságait ellensúlyozó szociális jogok megteremtése. Végül ahhoz, hogy ezek a titkos társaságok és forradalmi kezdemények tényleges sikerrel járjanak, az kellett, hogy a hadsereg is szembeforduljon az udvarral. Hasonló módon ahhoz, ahogy a frontról hazatérő katonák itthon is kiemelt szerepet játszottak az őszi rózsás forradalomban. Október 26-án kinevezték a Lukacs Géza nevezetű, hát egy ilyen vérszopónak tartott nagyon kegyetlen parancsnokot. Lukacs leszerette volna tartóztatni a Magyar Nemzettanácsnak a tagjait. Tudta, hogy ott székelnek már az Astoria szállóban, mert oda költöztek. Csak amilyen csapatokat kiküldött, azok ott is maradtak. Lukacs időnként próbálkozott, de hát teljesen eredménytelenül. Tehát legvégül katona nélkül maradt, úgyhogy kénytelen volt a budai várból telefonon jelenteni a IV. Károlynak az, hogy nem maradt már ereje, katona ereje, hogy véget vessen ennek a lázongó tevékenységnek. Végül a szikra 1911. októberében Wuhanban pattant ki.
Baljós ködbe burkolózott a kínai Wuhan városa 2020. január 23-án. Na jó, ez nem egy 1911-es tudósítás, de ugyanaz a Wuhan. A Sun és társai által vezérelt fundraising és szervezési munka nyomán ebben az évben rengeteg kisebb helyi lázadás robbant ki, amelyek elfolytására az udvar kivezényelte a hadsereget. Októberben viszont a wuhani egységek megtagadták a parancsot. Szembefordultak a tisztjeikkel és elfoglalták a várost. A következő hónapokban a forradalom kiterjedt az ország nagy részére. 1912. február 1-én pedig az utolsó Qing császár, az alig 6 éves Puyi trónfosztása is hivatalossá vált. Stop! The emperor will walk. A forradalom hírére a Denverben tartózkodó Sun hazasietett, pár hétig a fiatal köztársaság ideiglenes államfője lett, de a felkelés sikerre vívő katonai parancsnok végül elüldözte, és az 1925-ös haláláig hátralévő években továbbra is az immáron új rezsim áldáz ellenfele maradt. Az új köztársaság leginkább a káosz kifejezéssel írható le. Miközben a köztársasági forradalom sok tekintetben kikezdte a megkövesedett struktúrákat, például középpontba állítva a nők elnyomásának kérdését, az ország problémáival érdemben nem nagyon tudott mit kezdeni. Már csak azért sem, mert a valódi politikai hatalmat különböző régiós hadurak gyakorolták, a központi kormányzat alig létezett, a nemzetközi közösség pedig mindig azt a hadurat ismerte el Kína hivatalos képviselőjének, aki éppen aktuálisan Pekinget ellenőrizte. A belső széttöredezettség mellett a külső nyomás is tovább erősödött, főleg azért, mert a fokozatosan erősödő Japán egyre agresszívebben igyekezett egész Kínát az ellenőrzése alá vonni, miközben a nyugati gazdasági kizsákmányolás is erősödött. A forradalmat követő évtizedben folytatódott a jól bevált függő fejlődési modell, amely a globális kapitalizmus teljes perifériájára jellemző volt. A globális tőkével közvetlenül érintkező partmenti régiók és kikötővárosok látványosan fejlődtek, fejlődött a nehéz és könnyűipar, és kialakult egy nagyjából másfél milliós munkásosztály is, akinek a munkájából termelt haszon részben a nyugati és japán tőkések, részben pedig a helyi közvetítő elitek zsebében realizálódott. Mindeközben pedig vidéken fokozódott az elszegényedés. Ha pedig perifériára szorultság, a magas adók és a vidéki erőforrások, főként a mezőgazdasági termények, nyersanyagok és munkaerőfölösleg, agresszív kitermelése nem lett volna elég, még a különböző helyi hadurak önkényeskedéseivel is együtt kellett élni. Hogy egy újabb forradalmi momentumnak kell érkeznie, az ebben a gyorsan változó és kaotikus időszakban szinte magától értetődő volt. Az 1911-es forradalom politikai kudarcának fokozatos kiteljesedésével párhuzamosan a politikailag aktív értelmiség egyre inkább elfordult a politikától, mint az államhatalom gyakorlásának eszközétől, és ehelyett a kultúra felé fordult. A kulturális kritika azok ellen a széles körben elterjedt hiedelmek és beidegződések ellen fordult, amelyek szerintük fenntartják az ország politikai impotenciáját, a politikai elit korrupcióját és Kína nemzetközi alávetettségét. Ezt az országot pillanatnyilag a politikai akcióval nem lehet megváltoztatni, tanulnunk kell. De nem lesz rövidebb a várólista az egészségügyben. De lesznek emberek, akik esetleg majd egyszer megrövidítik. Ezt a kulturális kritikát legjobban a kor talán legnagyobb hatású kínai írójának, Lu Xunnek az AQ hiteles története című novellája foglalja össze. A szegény paraszti sorban született főhős mindent megtestesít, amit a progresszív értelmiség szolgainak minősít a hivatalos konfuciánus kultúrában. Lefelé rúg, felfelé nyal, meghunyászkodik a hatalom előtt, és mindig megmagyarázza, hogy kudarcai, hibái miért is jelentenek neki valójában morális győzelmet. Ha van Isten, ne könyörüljön rajta, veréshez, keményhez szokott fajta. Ennek a fajta szolgamentalitásnak az ostorozása mellett a 10-es évek kulturális forradalma a kínai nyelv és írás standardizálásáról és modernizációjáról folytatott éles vitákat is magába foglalt. De különböző nyugati irányzatok, a liberalizmus, az anarchizmus és a bolsevizmus, sőt a feminizmus helyi viszonyokhoz való igazítása is megkezdődött. A feminizmus gondolata egyébként már a republikánus forradalom idején is megjelent az olyan elnyomó intézmények kritikájaként, mint a kényszerházasság vagy a lábelkötés gyakorlata. De az egész kérdéskör tárgyalásának újabb lökést adott Henrik Ibsen Nóra című drámájának pekingi bemutatója, amely a független, patriarchális kötöttségekkel drámai módon szakító modern polgári nő képét hozta be. Ez egy botrány darab volt, tehát amikor bemutatták, akkor fél Európa egyöntetűen hördült föl, hogy mi az, hogy egy nő
kezdeményez egy vállást. Éljen a női egyenjogúság, mi? Nem boldog a segítséged nélkül. És ugye, ami mai napig egy felfoghatatlan dolog, hogy nem csak vállást kezdeményez, hanem ott hagy három gyereket. Lu Xun, aki az Alkú hiteles történetét is írta, a darab pekingi bemutatója után megírta a Mi történik, amikor Nóra kisétál című esszéjét. Ebben azt fejtegeti, hogy ha Nóra kínai lenne, akkor nem volna hova szöknie otthonról. Egyetlen kilátása a hajléktalanság, az éhezés, a prostitúció, és ha mákja van, akkor a gyors halál lenne. A vitához egyébként egy alig 26 éves parasztgyerek, bizonyos Mao Tse-tung is hozzászólt, aki egy kényszerházasság elől öngyilkosságba menekülő fiatal nő esetének apropóján intézett támadást a hagyományos családmodell hétköznapi erőszakossága ellen. Mindez érdemes hozzátenni, hogy Mao egész élete során maga is notórius módon rosszul bánt a női partnereivel. Még tinédzser korában apja őt is egy nem kívánt házasságba akarta kényszeríteni, amely elől ugyan megszökött, de a faluban hátramaradó lányt a teljes megszégyenülésben és kiközösítésben hagyta, aki ezután nem sokkal meg is halt. A kulturális pezsgés hamar visszatért a közvetlen politika területére is. Méghozzá a modern tömegpolitika és az utcai politizálás megszületésével. Ezt az újrapolitizálódást elsősorban az első világháború sokja segítette. A köztársasági Kína már viszonylag hamar a brit-francia szövetség oldalára állt, és 150 ezer vidéki férfit bocsájtott a rendelkezésükre, hogy Európában a nyugati fronton lövészárkokat ássanak és megtisztítsák a terepet a harcoló egységek előtt. Ezért cserébe a kínai társadalom arra számított, hogy a versailles-i békeszerződéseknek majd valamilyen formájában a kedvezményezettje lehet. Például úgy, hogy visszaszerzik a korábban németek által birtokolt koncessziókat. A nagyhatalmak azonban inkább Japán fennhatóságát ismerték el az egykori német ellenőrzésű területeken, ami óriási felháborodást váltott ki Kínában. A versailles-i megaláztatás hírére 1919. május 4-én a pekingi egyetem 3000 diákja vonult ki a tiltott város bejáratánál található Tiananmen térre, és nem sokára a városi polgárság és munkásság egy része is csatlakozott hozzájuk. A május 4-e mozgalom hatására a következő hónapokban és években országszerte tömegtüntetéseket és sztrájkokat indítottak. Ők pedig tudomány és demokrácia melletti kiállás, illetve Japán és az imperialista országok termékeinek bojkottját szorgalmazták. 1925. májusában a brit gyarmati erők és a kínai rendőrség tüzet nyitottak azokra a shanghai egyetemistákra, akik a város egyik japán tulajdonban álló gyapot üzemének dolgozói mellett álltak ki. A városokban a diákok és a munkások közötti szövetség még szorosabbra fűződött, és a kínai politika homlokterébe évtizedekre az imperializmus és a munkások kizsákmánylásának kettős problematikája került. A tömegpolitika korának beköszöntével a nagy tömegpártok időszaka is megérkezett Kínába. Az 1920-as évek közepére két jelentős, bár ekkor még nem azonos erejű politikai tábor emelkedett fel, és nyomta rá a bélyegét az ország politikai életére. A nagyobbik erőt a nacionalista tábor, a Kuomintang képviselte, amely a századforduló reformista titkostársaságaiból nőtte ki magát, a pártot pedig magát a május 4-e mozgalom születésének évében 1919. október 10-én hozta létre Sun Yat-sen. A Kuomintang, rövidítve KMT, krédója Sun három népi elvéből indult ki. Nacionalizmusra, demokratizálódásra, illetve egyfajta nem marxista soft szocializmusra épült. De Sun 1925-ös halála után egyre inkább jobbra tolódott. Új vezetője Chiang Kai-shek irányítása alatt a KMT nagybirtokosok és nagytőkések egyre militánsabb és tekintélyelvűbb pártja lett. A KMT Kína legnagyobb bajait a társadalom megkésett fejlődésében, a nyugati mintáktól való elmaradottságban, illetve az imperialista kizsákmányolásban látta. Válaszul pedig a hazai tőke megerősítését tűzte ki célul. Társadalmi bázisát főként földbirtokosok, vidéki elitek és a városok közép- és felső osztályai adták. Ettől jelentősen tért el a másik tömegpárt, Kína kommunista pártjának modernizációs víziója. Ők az ország külső kizsákmánylásának és a belső osztályviszonyoknak a szétválaszthatatlanságát hangsúlyozták. Ebből kifolyólag a kommunisták egyszerre akarták megdönteni a nemzetközi tőke Kína fölötti hatalmát és a kínai földbirtokosok befolyását is.
A főként profittermelésre és áruexportra kalibrált gazdaság helyébe egy parasztok által birtokolt, emberi szükségletek kielégítését megcélzó gazdaságot képzeltek el. A kínai kommunista párt, vagyis a KKP szintén a május 4-e mozgalom terméke. 1921-ben a Shanghai francia koncesszió területén alapították meg, és hát itt kezdték el az alapító kongresszust, de befejezni már csak egy bárkán tudták, a várost átszelő Huangpu folyón. A francia rendfenntartók ugyanis rajta ütöttek az egybegyűlteken. Alakuló kongresszus a pekingi egyetem tanárát, Chen Tuxiút választotta meg a párt első főtitkárának. A pekingi alapszervezet vezetője, a város egyetemi könyvtárának vezetője, Li Tangchao lett, Mao pedig a saját szülőföldjén, Huan tartományban lett alapszervezeti vezető. Bár modernizációs modelljük sok tekintetben szemben állt egymással, a kommunisták és a nacionalisták abban egyetértettek, hogy bármilyen reform elképzelhetetlen egy erős, autonóm és egységes kínai állam nélkül. Ettől pedig akkor a 20-as évek közepén a regionális hadurak és tengerparti gyarmatvárosok korában még igen messze álltak. Így logikusnak tűnt a KMT és a KKP valamilyen összefogása, amit a nemzetközi kommunista mozgalom a harmadik internacionális is aktívan támogatott. Ez a 20-as évek közepére meg is valósult Kínában. A KKP tagjai tömegesen léptek be a Kuomintangba, Chiang Kai-shek pedig Moszkvában sajátíthatta el az oroszországi polgárháborút éppen megnyerő vörös hadsereg hadászati tudását, amit aztán otthon a saját nacionalista hadseregének a felépítésére használt fel. A két párt közötti együttműködés ezekben az években sem volt súrlódásoktól mentes. Ugyanakkor megnyitotta az utat két igen fontos, a kommunisták által dominált szervezet munkája előtt is. Az egyik az Egységes Front nőirodája volt, amit Shanghaiban állítottak fel a kommunista párt egyik első nőtagjának, Xiang Qingyunnak a vezetésével. Ez az esküvői fotója amúgy jobbján a férje ül, kezében Marx tőkéjének első kötetével, de a pali mentségére szóljon, hogy rendes volt, és legalább a fotókedvéért abba hagyta az olvasást egy kicsit. Egyébként Xiang a shanghai sejemipari dolgozók megszervezésében játszott nagyon fontos szerepet, de sokat írt a társadalmi reprodukció és a gondoskodási munkák szerepéről is a kapitalista termelésben. Vagyis egy olyan témáról, amely az elmúlt években újra a szocialista-feminista gondolkodás előterébe került. A házi munka nélkül, valamint a gyerekekről, a betegekről és az idősekről való gondoskodás nélkül nem működne a gazdaság. Szükség van ezekre a gondoskodó munkákra a munkaerő napról napra és generációról generációra való újratermeléséhez. A kapitalizmus jelenlegi működése azonban pontosan ezt ássa alá. A megélhetéshez szükséges munkateher mellett egyre nehezebben látni a gondoskodási feladatokat. A csökkenő népesség és társadalmaink öregedése is abba az irányba hat egész Európában, hogy egyre kevesebb ember tud gondoskodni egyre több gondozásra szoruló emberről. Vagyis idővel ez a teher még tovább fog nőni. Ez az úgynevezett gondoskodási válság. Az Egységes Front másik alapintézménye a Paraszt Mozgalom Képzési Intézete volt. Ez kantonvárosában állt fel, és Mao politikai szervező munkájának az egyik első terepe volt. Az intézet óriási szerepet játszott a dél-keleti rurális közösségek agitációjában és felfegyverzésében is. Mindennek a szervező munkának köszönhetően a KMT fegyveres erői 1926-ban elindították az úgynevezett Északi Expedíciót, amely hadat üzent a regionális haduraknak, és megkezdte az ország egyesítését, ami a két párt közös célja volt. Csak hogy a közös célból hamar hátbaszúrás lett. Nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy az elmúlt percekben felidézett korai kommunista vezetők közül többen is viszonylag fiatalon az 1927-29-es időszakban hunytak el. Na ez nem véletlen és csöppet sem független Chiang Kai-shek északi expedíciójától. A hadművelet átütő siker volt, amit viszont Chiang arra használt, hogy leszámoljon a kommunistákkal. Vidéken ez már 26-ban megkezdődött, a Kuomintang által ellenőrzött területeken, a Maoék által agitált parasztok elleni megtorlások azonban még elkerülték a városi munkásságot,
de nem sokáig. Az északról visszatérő győzedelmes Csangot 1927 áprilisában a shanghai munkások parádéva tervezték fogadni. Azt azonban nem tudták, hogy közben Chang már titokban megérkezett a városba, és tárgyalásokat kezdett a helyi koncesziók követeivel, Shanghai nagyiparosaival, a régiót ellenőrző kisebb hadurakkal, és a továbbra is virágzó ópiumkereskedelmet kézben tartó bűnszervezetek vezetőivel. Egyébként igen, 100 évvel az első ópiumháború után ez a drogprobléma még mindig központi szerepet játszott a kínai társadalomban. A megállapodás után a felfegyverzett ópiumbandák és az időközben megérkező expedíciós csapatok a kommunista munkásság ellen fordultak, és április 12-én még konzervatív becslések szerint is 10 000 munkást mészároltak le, férfiakat és nőket egyaránt. A KKP vezetői sem úszták meg. Többen így a nőiroda vezetője és a pártalapító Li Taochao is a fehér terror áldozata lett. A következő években nagyjából 300 000 veszítették el életüket a KMT antikommunista tisztogatásainak következtében. Maónak ugyan sikerült megszöknie, de akkori feleségét, Yang Kai-huit a nacionalista erők 1930-ban kivégezték. 1927 a teljes győzelmet látszott elhozni a Kuomintangnak és a teljes vereséget a kommunistáknak. A Nankinban felállított fővárosával a Kuomintang és Chiang Kai-shek lett Kína köztársaságának nemzetközileg is elismert vezetője. Ezután pedig megkezdhette az országos hegemónia kiépítését. Egy pártállam épült ki erős karhatalommal és titkosszolgálattal, mely elsődleges célja a kommunisták levadászása volt. When Sun Yat-sen had envisioned a dictatorship that transitions to a democracy, his protégés were all like, nah, we're good. There was a secret police that arrested or assassinated dissidents. Among Chiang's generals, corruption was rampant. It probably didn't help that Chiang had recently converted to Christianity and married into the extremely wealthy Song family. Sok tekintetben a kínai állam tényleg megerősödött a 30-as évek első felében. De a nyugati hatalmaknak való gazdasági kiszolgáltatottság és adósságcsapda csak erősödött. A vidék feudális viszonyai stabilizálódtak, és a globális árutermelés követelményeinek rendelődtek alá. Gazdasági szempontból talán jó példa, hogy ebben az évtizedben a kínai ópiumtermelésnek sikerült meghaladnia az indiai import mértékét. Magyarán a dolgok fejlődtek, de alapvetően a helyzet nem lett sokkal jobb. Mindezeket egybevéve kimondható, hogy a 30-as évek nacionalista hegemóniája kinézetében és funkciójában is hasonult az európai fasizmushoz. Célja a hagyományos hierarchiák és tőkés termelési módok megőrzése volt egy olyan korban, amit főként a gyors és radikális társadalmi változások és a szocialista mozgalmak jellemeztek. Nem változott a japán birodalom fenyegetése sem. 1931-ben egy japán katonák által előállított kamurobbantás ürügyét kihasználva Tokió lerohanta Kína északkeleti tartományát, Mandzsúriát. Ott pedig Mandzsukó néven bábállamot hoztak létre, élén az utolsó kínai császárral, Pu Yi-vel, akivel még legutóbb 6 éves korában találkoztunk. Chiang túl elfoglalt volt azzal, hogy kommunistákat vadászton, így Mandzsúria japán inváziója gyakorlatilag bármilyen kínai ellenállás nélkül zajlott le. Mindeközben a kommunista párt életben maradt vezetői és aktivistái menekülésre kényszerültek. Nyomukban pedig Chiang katonái és a drogbandák emberei. Moszkvai bábáskodás mellett a viszonylag védettebb koncesziós Shanghaiba újra alakult a párt, de a valódi izgalmak nem itt, hanem a déli hegyekben történtek. A menekülő kommunisták, köztük Mao, előbb a Hunan és Jiangxi tartományok határában lévő magas hegyekben találtak menedéket. Egészen 1931-ig, amikor is a KMT csapatok újra menekülésre kényszerítették őket. Új főhadiszállásukat a Ruiqin hegységben, Jiangxi és Fujian tartományok határára tették át, ahol 3 éven keresztül gyakorlatilag egy párhuzamos államot építettek ki, saját pénzdemmel és átalakított tulajdonviszonyokkal. Itt a délkeleti hegyekben, ugyanott, ahol egy évszázaddal korábban a Taiping lázadók is kiépítették a bázisukat, a kínai kommunisták és Mao átfogó változásokat vezettek be. És ami még ennél is fontosabb, itt szembesültek azzal, hogy a marxista elmélet és a hétköznapi valóság egyáltalán nem olyan könnyen összeilleszthető, mint az elsőre tűnt. Minden nehézsége ellenére, a Jiangxi szovjet 3 éves fennállása alatt egy olyan működő állammodellt sikerült kiépíteni, ahol a parasztok saját tulajdonba vették a földet, eltörölték az uzsora hiteleket, működő adórendszert és mezőgazdaságot hoztak létre, de azért azt tegyük hozzá, hogy ezt azért nem úgy kell elképzelni, mint valami kaliforniai hippi kommunát, vagy bármilyen értelmes társadalmat békeidőben. Ez egy folyamatos hadi állapotban rekedt enklávé volt,
amelyet a racionalista erők konstans vegzáltak, a szovjet pedig maga is brutális kegyetlenséggel lépett fel a területén élő lakosság azon tagjaival szembe, akiket politikailag megbízhatatlannak ítélt. 1934 közepére a náci Németország segítségével a Kuomintang csapatainak sikerült áttörniük a Csiangszi szovjet védelmét. A kommunisták és a szovjet lakói pedig újra menekülni kényszerültek. Útra keltek, de nem tudták, hogy hová mennek, csak igyekeztek gyorsabbak és okosabbak lenni, mint az üldözőik. Az út végül egy kerek évet és 9000 kilométert ölelt fel. A kommunista propaganda később ezt a fejetlen és szörnyű szökést mitizálta át a hosszú menetelésé. Végül Shenzhen tartományba, Yan'an környékén, vagyis az ország legszegényebb régiójában kötöttek ki. A Mao és jobbkeze Chu Enlai vezette csapatok itt tudták felőrölni az üldöző nacionalista sereg maradékát. A Csiangsziből elindult 100 000 kommunista menekültből csupán 7 000 érkezett meg Yan'anba, azokba a lőzbarlangokba, amelyek a következő évekre az otthonukként szolgáltak. A nehéz terepen lefolytatott menekülés alatt Mao-nak valahogy még arra is maradt energiája, hogy a belső riválisait és a moszkovita frakciót kiutálja a pártból, és így 1935-re a kínai kommunista párt egyértelmű fejévé váljon. Yan'anban immár ki tudja hanyadik alkalommal újfent nekilátott a párt újjáépítésének. Ám ekkor jött... Mandzsúria 1931-es Japán megszállásáról már volt szó, és arról is, hogy ez nem igazán hatotta meg az antikommunista lázban égő Chiang Kai-sheket. Így a japán csapatok gyakorlatilag nulla ellenállás mellett foglalták el Kína északkeleti részét. A régió védelmével megbízott korábbi hadurak, akiket azóta figyelmesen átkereszteltek tábornokokká, és a lakosság egy jelentős része pedig nem volt ettől túlzottan boldog. A hosszú menetelés végén a Shenzhen tartományban tábort verő kommunisták és az ugyan ott állomásozó Cheng Xiu-liang tábornok között már a 30-es évek közepén megindultak a tárgyalások a Japánnal szembeni ellenállásról és a nacionalista-kommunista macskaegér harc felfüggesztéséről. 1936. decemberében a tábornok Shenzhenbe invitálta az ország vezetőjét, Chiang Kai-sheket. Majd üzent Mao-nak, hogy itt az alkalom. A tábornok csapatai fogságba ejtették Chiang Kai-sheket, és tárgyalásokra kényszerítették Mao küldöttjével, Chu Enlai-jal. A két politikus utoljára 10 évvel korábban, még az első Egyesült Front idején találkoztak egymással. Tárgyalások eredménye pedig egy második, ezúttal japán ellenes népfront megalkotása lett. An American transport plane returned General Chiang Kai-shek to his people. Kidnapped by bandits, the dictator comes home. His abductors are in custody. China's strong man is back at work. Safe and smiling after 14 days captivity. To a puzzled Western world, this oriental drama is still somewhat wrapped in mystery. A megállapodás ezúttal már egyenlő felekként kezelte a Kuomintangot és a kommunista pártot. Ellenőrzési zónákra osztották az országot, és ami talán még fontosabb, enyhítették a kommunista vezetés fizikai elszigeteltségét. Így baloldali értelmiségiek és a kommunistákkal szimpatizáló munkások, parasztok is ellátogathattak Yan'anba, ahol Maoék időközben egy újabb párhuzamos államot építettek fel. Az újabb japán támadás 1937. júliusában érkezett, ezúttal egy teljes, egész országot megcélzó invázió formájában. A japán vezető rétegek geopolitikai filozófiája faji befolyási övezetekre osztotta volna fel az egész világot. Ázsiát Tokió védnöksége alá akarták vonni. Na, persze hát nem olyan békés harmóniában, ahogy ezen a korabeli japán propaganda plakáton látszik. A gyarmatosítók már csak ilyenek. Nagyon szeretnek úgy tenni, mintha ez a gyarmatosítás, ez a legjobb lenne a gyarmatosítottnak. Kihasználva, hogy a nyugati nagyhatalmak Hitler terjeszkedésének megállításával voltak elfoglalva, Japán egy pofás kis gyarmatbirodalmat hozott össze magának, Kína jelentős részének, illetve a britek, franciák, hollandok és amerikaiak által birtokolt dél-kelet-ázsiai gyarmatoknak az elfoglalásával. A japán csapatok viszonylag rövid idő alatt visszaszorították a kínai nacionalista erőket. Előbb a Kuomintang fővárosát, Nankingot foglalták el. Itt 200 000-300 000 halálos áldozatot követelő mészárlást rendeztek, tömeges nemi erőszakokkal, az életben maradt nőket pedig szexrabszolgaként hurcolták el. Ezzel majdnem egy időben Shanghait is megszállták. We'll be right back.
Ezután a Kuomintang új főhadiszállását Wuhant is bevették. Chiang Kai-sheknek így egy év leforgása alatt immár harmadjára is vissza kellett vonulniuk. Ezúttal Chongqing városában vertek tanyát. Egyes becslések szerint a háború első évében a Kuomintang haderejének 60%-a felörlődött. Ez részben annak tudható be, hogy a japán támadás nagy része a nacionalisták által ellenőrzött területet érintette a háború első fázisában, és kevésbé a kommunistákét. De utóbbiak haditechnikája is jelentősen különbözött a nacionalistákétól, ami szintén magyarázza a veszteségek közötti különbségeket. A Kuomintang csapatai rendes tömeghadseregként viselkedtek, hagyományos taktikát alkalmazva, annak minden előnyével és hátrányával. Ehhez képest a kínai vörös hadsereg a bujkálás évtizede alatt kifejlesztett gerilla hadviselést űzte, amelynek egyik fő eleve az volt, hogy az ellenfelet minél inkább ismeretlen területre csalogassa, ahol nem frontális támadások, hanem kisebb rajtaütéseken keresztül, szabotázsakciókkal felőrölték a japán csapatokat. A Mao által kidolgozott hadviselés másik alapelve a helyi lakossággal kialakított organikus együttélés. A vörös hadsereg katonái a helyiek között éltek, velük együtt dolgoztak, tőlük tanultak, és őket agitálták. Vagyis ezek a katonák bízhattak a lakosságban, amit sem a japánok, sem a nacionalisták nem mondhattak el magukról. Ráadásul ez nem csak háborús taktika, de politikai gyakorlat is volt. Cselekvőképességgel, aktív politikai szereppel ruházták fel a kínai átlagembert, egy közös küzdelemben egységesítve őket. Mindeközben persze a kommunista hadsereg kvázi élő pajzsnak használta a civil lakosságot. A totális japán győzelmet minden esetre az új népfrontnak sikerült addig elodáznia, még végül 1941-ben a Pearl Harbor elleni támadás nyomán az USA és szövetségesei is hadat üzentek Tokiónak. Ezzel pedig a japán-kínai háború közvetlenül is bekerült a II. Világháború globális összefüggés rendszerébe. Az Egyesült Államoknak elemi érdeke volt, hogy minél több japán csapat maradjon lekötve kínai területen, így a korábban náci támogatást élvező Kuomintang most amerikai pénzeket és fegyverszállítmányokat kezdett el kapni. Azt Franklin D. Roosevelt amerikai elnök életrajzából világosan lehet tudni, hogy Washington végig elképesztően elégedetlen volt Chiang rezsimjének katonai teljesítményével és általános korruptságával. Az amerikai támogatások ennek ellenére is végig folytak be a KMT-hez. Apró zárójel, Roosevelt elnök anyai nagyapja, Warren Delano Jr. az 1800-as évek közepén istentelen pénzeket keresett azzal, hogy ópiumot csempészett Kínába. Zárójel bezárva. Kína amerikai megítélésének nagyon jót tett, hogy Chiang Kai-shek felesége, az elképesztően karizmatikus Sung Meiling 1943-ban szimpátia látogatást tett az USA-ban és beszédet is mondott a kongresszusban. Útja kiütéses PR győzelem lett, amelynek hatására az amerikai közvélemény Kína szimpátiája erősen megnőtt. We in China, like you, want a better world. Not for ourselves alone, but for all mankind. And we must have it. It now remains for you, the present representatives of the American people, to point the way to win the war, to help construct a world in which all peoples may henceforth live in harmony and peace. A kommunisták viszont nem örvendhettek hasonló mértékű támogatásnak a Szovjetunió részéről. Főként azért, mert Moszkva főként a saját honvédő háborújával volt elfoglalva, és maga is amerikai segítségre szorult. Maximum tanácsok érkeztek Sztálin részéről, de ezeket, mint már korábban is, Mao nagyrészt figyelmen kívül hagyta. A háborúból a KKP és hadserege megerősödve jött ki, de az, hogy végül a háború után Kínát ők vagy a nacionalisták fogják ellenőrizni, ezen a ponton még nem volt eldöntött kérdés. Spoiler, végül a kommunisták nyertek, egy viszonylag rövid polgárháború során kiszorították a Kuomintangot Kína kontinentális részéről. De erről, illetve Mao Zedong uralmáról és halála után beinduló gyors gazdasági felemelkedésről már csak a következő részben fogunk beszélni. Tartsatok velünk akkor is, addig pedig iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, kövessetek minket Facebookon és Instagramon, illetve támogassátok a munkánkat, hogyha ezt megtehetitek. Ehhez minden információ és link megtalálható a videó alatti leírásba. Én Tóth Jakab vagyok, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!